Üdvözlök mindenkit az Unboxing csatornám a mai nap folyamán. Ezt a rendőrautót fogom kibontani. Ez nem más, mint Rescue Force-nak a... vagy legalábbis a csapmelynek ez egy ilyen kínai cég. A Rescue Force rendőrautója, ez egy ilyen starter, vagy ez ilyen pak, amiben tartozik egy rendőrautó, tartozik itt hátul van a maga a rendőr, meg itt egy ilyen útjelző tábla, meg stb. Ezekhez én nem fogok hozzányúlni, hiszen látjátok, de viszont a rendőrautóra nagyon kíváncsi vagyok, úgyhogy én ezt ki is fogom bontani szépen. A lényeg az, is kibontam, itt van a hátoldalán, hogy hogy működik, hogy ki lehet nyitni a rendőrautónak az ajtaját, de létezik helikopter, hajó, úgyhogy mindenfajta. Úgyhogy én ezt most éppen itt ki unboxingolom, kibontom, lassan. Még ebből sehol nem láttam unboxingot, vagyis sehol nem láttam ilyen kibontást. Gondoltam, akkor csinálok én egyet. Ezt most egy picit félretesszük. Mert van itt egy papírka, amit a doboz. Itt van egy ilyen papírka. Itt legfőképpen magyarul is van, hogy az elemek felnőttnek kell kicserélni. Nem tölthetőek az elemek, az útra tölthető elemeket ne vegye ki a játékból. Különböző, hát elemeket dob, táplálás biztos, hogy lakodásán ne legyen lőbicszárla, de hát ennél. Na hát ilyenek van, majd ilyenek vannak ráírva. Hát ez egy kínai cég, úgyhogy nézzük meg magát a rendőrautót. A rendőrautó az így néz ki. Úgyhogy én ezt most így felemelem, és akkor hátul kibontam. Egy ilyen csillagok skalp. Itt kell kitekerni, mind a kettőt. Ez tartja, egy ilyen csillag tartja. Mind a két oldal. És nézzük meg magát akkor a rendőrautót. Itt van itt egy szám itt az elején, de azzal nem foglalkozom. Na, úgyhogy kiszabadítottuk a rendőrautót. Magát a rendőrt azt ott hagyjuk. Itt van elől valami. Ja, ezt így le lehet venni. Itt volt két ilyen. Na, a rendőrautó ilyen hatalmas nagy. Mondjuk, az első felmegy, hogy nincsenek ilyen lámpája. Nem lehet lámpája. Viszont, hogyha van ilyen piros ragasztó, akkor fel lehet neki rakni egyet. Itt elő sincsen lámpája, itt van egy ilyen védő, viszont az ajtait ki lehet nyitni, mind a kettő ajtaját. Így néz ki maga a rendőrautó. Fehér és sötét fekete színű, az elején itt vannak ilyen ilyen díszek, a 8504, meg van itt egy P betű. Maga az autó amúgy világít, meg is mutatom, ha itt megnyomja ezt a gombot így fent, akkor így világít. Csak most nem tudom, hogy ez az autó, ez úgymond ez lentkerekes, vagy csak úgy, de majd szerintem ez nem mindig nem lentkerekes, jó. Hát ki van dolgozva itt elől az ablak, itt van kettő, úgymond. Ablaktörlő, a játék maga, vagyis a rendőrautó maga úgy működik, hogy gombelemben működik, amúgy nagyon frankó, nagyon szépen néz ki. Mondom, mai nap folyamán tudtam szerezni belőle egyet, mert annyira elkapkodták, nagyon elkapkodják. És a rendőrt is be lehet ültetni. Megpróbálom őt is kiszedni, és akkor beleültetem. Jó, azt ide teszem, és próbálom őt ki silabizálni, kivenni magából a dobozból, majd lehet, hogy vissza lehet rakni. Nem érzem, hogy visszarakható. Nem! Na, nem rakható vissza, de megpróbálom valahogy kiszedni. Aha, kiszedtük. Lényeg,
És akkor itt van maga a rendőr, maga a rendőr. Ez is nagyon jól ki van dolgozva, a feje mozog. Emlékszem régebben a G.I. Joe-k voltak ilyenek, és akkor fogja az ember, így behajtja a lábát, ezt a két kezet így felemeli. Itt mi van itt, hogy nem akarja az igazságot? Ez zavarja. Ez a öv. Nem. Jó, oké. Így. Itt van a rendőr, és akkor be lehet ültetni magába ide a kocsiba őt. Megnézzük. Mindjárt beültetjük. Igen, és akkor így benne van. Ott ül benne. Ott ül benne. Ahogy mutassam. Ott ül benne. Na, hát ez volt ennek az autónak a kibontása, kicsomagolása. Egyelőre ennyi. Legyen szép napotok, vagy szép estétek. Én Gyuluka voltam, és ez volt az a Special Force rendőrautónak a kibontása. Na, legyen szép estétek, sziasztok!